Itt állunk Budakeszi főutcáján, ahol nemrég egy súlyos baleset történt. Egy személyautó frontálisan ütközött egy munkagéppel. Valószínűleg súlyos sérülés is történt, hiszen ahogy látják mögöttem is, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A mentőhelikoptert az OMSZ mentés irányítása küldi ki olyan esetekben, amikor a gyors, atraumatikus szállítás, tehát a betegnek legmegfelelőbb szállítás kell. Ebben az esetben gondolom itt a gyorsaságról volt szó, hogy minket is ide küldtek az esethez. Úgy szoktok mondani, hogy a beteget elő kell készíteni, stabilizálni kell az állapotát, és utána tudjuk szállítani a helikopter fedélzetén, mert ez viszonylag gyorsan megy, tehát a legközelebbi kórház is olyan 6-7 percre van nekünk helikopterrel. Azt viszont így most nem tudom még a helyszínen megmondani, hogy milyen állapotban volt a beteg, mennyire sérült meg, miket kell rajta ellátni. Akkor még azt se tudják esetleg, hogy melyik kórházba szállítják? Ebben a pillanatban még nem. Ilyen esetekben Budaörsön ügyel több kórház, aminek sürgősségi osztálya van, a baleseti traumatológiák, és oda szállítják a betegeket. Még egyelőre itt a helikopternél nem, nekem nem ez a dolgom. Végül a személyautót vezető hölgyet, aki cukorbeteg és rosszul lett, a mentőautó szállította el a helyszínről.